Kérem ifjú Sebők Lajost, hogy köszöntse a vendégeket támogató szóval. Nagykunsági Népművészek Egyesülete 2003-ban alakult. Azt a célt tűzte ki, hogy ápolja, közkincsé tegye minden eszközzel, kiadványokkal, kiállításokkal, bemutatókkal a nagykunsági népművészeti hagyományt. A mai napot a kunhímzésnek szenteljük, a nagy kunhímző asszonyok emlékére és a mostani fiatal hímző asszonyok dicsőségére, akik tisztelik és továbbviszik szépanyáik hímes örökségét, mert a legrégi, legnagyobb kunsági népművészeti kincsünk a kunhímzés. És most felkérem dr. Fazekas Sándor miniszterurat, országgyűlési képviselőt, hogy méltassa dr. Eskovács Ilona kunhímzés minták könyvét. Azután legyen szíves, nyissa meg a kunhímzés régen és ma kiállítást, ahol a táncoló tulipán kunhímző csoport és Nagy Istvánné munkái láthatóak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kunhímzők, kedves elnökasszony, szeretettel köszöntök mindenkit a mai könyvbemutató és kiállítás alkalmából. Nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat egy olyan időben, amikor bizony vannak további programok, lehetőségek arra, hogy az ember egy-két órát eltöltsön akár más dolgokkal is. De azt hiszem, hogy az, hogy most itt együtt vagyunk, hogy a hímzők alkotásaikat most is készítik, hogy itt van ez a csodálatos kiállítás, és itt van a könyv is, amire fel szeretném hívni a figyelmet, az méltó példa arra, hogy igenis a kunsági értékek, a nagykun identitás, a hímzésekhez, a zenéhez, a tájhoz, a népművészethez, a különböző elődeink és a jelenkor által felhozott értékekhez való ragaszkodás, az igenis egy összetartó és mozgósító erő, amely inspirál bennünket, ösztönöz arra, hogy mindig újabb és újabb dolgokat készítsünk el, visszanyújjunk a régiekhez is, és abból építsük a jelent és a jövendőt is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én ezen gondolatok jegyében ajánlom az Önök figyelmébe Eskovács Ilonának a Kunhímzés minták című könyvét, amely egy nagyon nívó, szép kiadvány, két nyelvű, ami azért is hasznos, hogy a magyar olvasók mellett a
külföldiek is hozzáférnek az értékes kúhímzésre vonatkozó leírásokhoz. Inspiratív egyben, hiszen általa az alkotók, az érdeklődők, akik szeretnék megtanulni a mesterfogásokat is, a tiszta forráshoz tudnak visszanyúlni. Én nem tudásra azt mondom, hogy évtizedek óta figyelemmel kísérem Eskovács Ivanának a munkásságát az Egyesület előtti időszakban is, az Egyesület által nagyra becsült tagjainak is a részéről sok ösztönző dolgot ad, elnökként pedig összefogja azt a munkát, amit a Magyarországban egyedi és példamutató. És látom azt, hogy az elmúlt években akár a kunkapó, akár a kunkzések vonatkozásában egy olyan munkát végez Eskovács Ilona, amely a jövőre nézve értékmentő, és ehhez tudunk hozzányúlni, ebből tudunk épülni, építeni mi is. Ezért is fontos ez a könyv, amely illeszkedik korábbi munkáinak a sorába. Egy nagyon magas színvonalú, színes, tényleg használható könyv, és én kívánom azt, hogy mindenki érdeklődéssel forgassa. És át is tudom vezetni a kiállításhoz, a kúhímzés régen és ma kiállításhoz a könyvnek a gondolatait, hiszen itt láthatóak azok a régi kúhímzés minták, amelyekből hát fönnmaradtak az évszázadok olyan már szép számmal, itt inspirálják a tisztelt jelenlévő hímzőket is. Látszik az, hogy ezek a minták, amelyek 100-150 évvel ezelőttől maradtak föl, és a gyökereik visszanyúlnak a 1600-as évekig, ezek mennyire szépek és a szívünk számára is, szívünkre is közel álló. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem az első alkalom, amikor azt mondom, hogy a kúhímzés számunkra, nagyhírű emberek számára, karcegiak, túlkevélyek, kunegyesülyek, madarsiak számára, kisvészállásiak számára, sőt a környező településeken élő identitású barátaink és rokonaink számára, és egy igazi sajátos nemzeti kincset jelentenek, amelyek olyanok, hogy csak a mieink. Olyan kategóriában vannak, amelyre büszkék vagyunk az ételeink, a zenénk, a húsági karakter, a történelem, a történeti értékeink, az épített környezet és a szellemi alkotások mellett arról, hogy nekünk van egy saját hímzésünk. Nem minden magyarországi népcsoportnak van saját hímzése, és nem mindegyiké ilyen szép, mint a miénk. És nem mindenki büszke rá, és érzi a hagyományait, mert van, mivel csak a könyveknek a lapjén, meg fotókon férhető hozzá. Ez is egy rendkívül értékes munka az, amit a karcegi kúhímzők végeznek, de a túlkevelyek és a környező településeken is. Én nagyon örülök annak, hogy mindenhol van olyan kör, tisztelt jelenlők között üdvözölhetek a fősoraikból is, jó néhány hímzők. Van olyan kör, aki ezt szívügyének tekint, és egy olyan világban, amikor a kézművessége, kézves hozzáértés ritkulóban van, amikor nem akarok senkit sem megbántani, de van, aki egy gombot sem tud rendesen fölvalni, vagy egy más példát mondjuk nem tud megfaragni egy szőlő mellé, vagy paradicsom mellé egy kalót sem, mert már más készségek vannak helyett, a számítógép, a fény megmunkás, és ki tudja mi, hogyha van helyette valami. Tehát ezek a megmaradt és továbbfejlődő kézműves értékek és tudások, ezek felértékelődnek. És az a felértékelődés van itt a szemünk előtt, amikor látjuk ezeket a kiállított csodálatos hímzéseket, látjuk azt, hogy milyen volt a régmúltban, ott van a régi akvarellen a kunsági ágy, itt pedig örülök, hogy sikerült megújítani, és itt van a varázslat eredményeként a múlt az, ami jelenbe átnő, tárgyasul, meg lehet nézni. Biztos, hogy sokaknak megrajzolja a fantáziáját is, hogy egy családi háznak is lehetne a dísze, egy ilyen vagy más használati tárgy. Tehát látszik egy ilyen folyamatosság, egy értékelőzés és a kreativitás egyszerre. Ezért is nagyon nagy érték, és én nagyra becsülöm mindazoknak a munkáját, akik oda figyelnek erre, és öntartják, és remélhetőleg tovább is tudjuk majd adni ezeket a kincseket. Úgyhogy én kellemes olvasást kívánok a könyvhöz. Kívánom azt, hogy a kiállítás az legyen mindenki számára élmény, és minél többen kezdjenek el hímezni, minél többen érdeklődjenek a kunsági textíliák iránt, és ami nagyon fontos, hogy hozzuk el ide a barátainkat, rokonainkat, és legyen hozzáférhető ez a kincs, hogyha szeretne valaki ajándékozni, vásárolni, szeretne bemutatni belőle néhányat, akkor legyenek meg azok a csatornák, amelyek ma is már kialakultak itt az Egyesületen keresztül, a lehető legtávolabb körben, inspirálva együtt a más területeken a alkalmat is.
Úgyhogy én kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, és bízom benne, hogy együtt tudunk majd gyönyörködni a jövőben is ezekben a szép alkotásokban, és mindazokban, amelyek majd meg fognak születni. Köszönöm szépen! Szeretnék megköszönni a táncoló tulipán kóhímző csoportnak a lelkes, kitartó, eredményes munkáját, és ezt a sok szép alkotást. Bemutatják más városokban, és Karcagon is a kóhímzést. Bemutatójukkal megjelennek városi rendezvényeken és a TV több csatornáján. A fiatalokkal megismertetik, megszerettetik a kóhímzést, gyarapítják a szakkör létszámát. Bemutatom az ügyeskező asszonyokat. Nagypálné Pádár Ágnes kéziszövő, kóhímző, hímzéseket tervez, a szakkört összefogja, egyesületet alapított, táncoló tulipán kóhímző csoportot vezet, és a Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnök helyettese. A kiállított textileket még tervezték, vagy hímezték, Fazekasné Varga Judit. Gyökeres Mária, Idős Ferencné, ők már idősebben, Nagy Józsefné, Napó Jánosné, Dorát Jóska, Pádár Istvánné, Sanika Józsefné, Dr. Sanika Vittúria, Sanika Gólia, Szanihádi Katalin, Utapestőnök, és Szilvíroja. Vendégünk Nagy Istvánné Esztike, a Művészeti kör szakkörvezetője. Esztike időskora ellenére nagyon aktív, szívvel lélekkel adja tovább tudását a fiatalabbaknak, a szakkörben és bemutatókon egyaránt. Többféle hímzésfajtát ismer, és még képes most is tanulni újakat. Nagyon örülünk, hogy elhozta hozzánk a hímzéseit. Nagyon jó egészséget és hosszú életet kívánok Esztikének. Eskovács Ilonát, az Egyesület elnökasszonyát, etnográfust, mutassa be a könyvét a közönségnek. Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket a Nagykunsági Népművészek Egyesületének nevében. Soron kívül szeretnék nagyon gyorsan elmondani. Épp a mai napon egyesületünknek egyik tagja, a Kapoli Antal országos faragó pályázaton igen magas díjat, külön díjat vehetett át a Hagyományok Háza kitüntetését. Nem ez az igazán különleges benne, hanem az az alkotás, amivel Andrássy Mihály részt vett ezen a pályázaton, egy eszméletlenül gyönyörű kunkaput faragott, és ez a kunkapu most jó néhány hétig Budapesten kiállításon látható. Remélem, hogy visszatér hozzánk ez a kunkapu, és találunk valami méltó helyet, lehetőleg Karcagon, mert igaziból a város megérdemel újabb és újabb, szebb és még szebb faragványokat. Ez volt a soron kívüli téma. A tagjaink folyamatosan pályáznak, éppen Esz Nagy István és
Padár Ágnes munkái vettek részt országos kiállításon, Zalaegerszegen és pályázaton, remélem nagyon szép eredménnyel térnek vissza, lehetőleg mesterdíjas zsűriszámmal. Hát ennyit az egyesületünkről. És most akkor nézzük a könyvet és a kiállítást. A kettő ugyanaz. A könyvet azért írtam, hogy a kunhímzők könnyebben nyúlhassanak ehhez a témához. Az a tapasztalatom, hogy a kunhímzést országosan nem ismerik. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy még a megyében sem igazán. Vajon itt nálunk, a városban ismerik-e? Nem vagyok meggyőződve róla. Én már a második könyvet írtam ebben a témában, és nem egyszer rendeztem már kisebb-nagyobb kiállítást, de mégis úgy látom, hogy nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy milyen is a kunhímzés. Csak nagyon röviden szeretném elmondani, de közben Fruzsit megkérném, hogy nyissa ki azt az ajtót, legyen egy pici húzat, mert borzasztó meleg van itt, legalábbis fönt. Köszönöm szépen. Nos, a kunhímzés a 17. század végén kezdett kialakulni, igazi virágzását feltehetően a 18. század közepétől a redemció utáni évtizedekben érhette el, és a 19. század 30-as éveiben készíthették az utolsó darabokat. Mindezt onnan tudjuk, hogy ismerünk évszámos darabokat, vannak 1700, készültek évszámos darabok 1706, 1721, illetve a következő századból 1823 és 24-es darabokat ismerünk. Ezzel bizonyíthatjuk, de elsősorban a mintakincsével, hogy a kunhímzés az egyik legrégebbi a magyar népi hímzések sorában. Ez a régi stílusú hímzések közé tartozik. Az úri hímzésből tudjuk levezetni valahol a gyökereit. De erről én már önöknek nem egyszer beszéltem. Itt a kiállításban igaziból fényképeken mutatjuk be ennek a régi korszaknak az emlékeit. Az 1900-as évek elején, 1906-ban Karcagon őseink, már így kell mondanom, 1906-ban elkezdtek gyűjteni itt Karcagon egy múzeumi anyagot, amiben mintegy 20 kunhímzésbe került. Ezek a kunhímzések Györfi István kezdeményezésére az 1920-as években fölkerültek Budapestre a Néprajzi Múzeumban, ahol hál' Istennek akvarelleket készítettek róluk. És utána 1944-ben a világháborúban lebombázták azt a gimnáziumi épületrészt, ahol ezeket a hímzéseket is és a többi múzeumi tárgyat őrizték. Ennek az lesz a következménye, hogy a 30-as években a karcagi asszonyok még láthattak eredeti kunhímzést, de különösen az 50-es évektől már nem igazán ismerték. Egyedül az 1975-76-os években Szádvári Andrásné a Turkevei Népi Díszítő Művészeti Körnek a vezetője jutott be a Néprajzi Múzeum gyűjteményébe, és ott jó néhány hímzést le tudott fényképezni, nem is tudok rajzolni, és így eredeti hímzések alapján készített egy mintasort, amiből a turkeveiek ma is építkeznek. Sajnálatos módon Karcagon rendkívül kevés eredeti hímzés maradt meg, az is majd később, valamikor a 60-as, 70-es években
egy-két-három darab került be a György István Nagykun Múzeumban, illetve magántulajdonban körülbelül három darab maradt Karcagon, amiről kevesen tudtak. Ennek az lett a következménye, hogy mivel a Néprajzi Múzeum, mint a óriási kincset, de titkot őrizte a nagy közönség előtt a raktárak mélyére elrakott kunhímzéseket, így bizony a szövetkezeti tervezők, hímzők, köztük Csíkos Sándorné az első tervezője a szövetkezeti korszakban, korábban is volt egy-két karcagi tervező, bizony nagyon nem volt lehetősége, hogy megnézze ezeket a hímzéseket, így a szövetkezetben kialakítottak egy kunhímzésre hajazó, olyan feldolgozó stílus, amiben belekerültek olyan szerkezetű hímzések és motívumok, amik nem voltak jellemzők a régi kunhímzésre, telerakták tömötten, ide-oda vezett hímzéssel, ide-oda vezették a szerkezeti vonalakat, és így tovább. Tehát meglehetősen eltértek arról a régi, nemes, egyszerű szerkezetű, szimmetrikus, reneszánsz jelleget mutató kunhímzéstől. Na most ezeknek a mintalapjait őrizték meg aztán a 90-es évektől a szakkörök, és tulajdonképpen az a tapasztalatom, hogy a karcagiak ezeket a hímzéseket tartják, mármint a szövetkezet, amik készültek, kunhímzésnek. Jellemző volt a szövetkezeti darabokra is, itt, ami itt látszik, ez kevésbé tűnik, de a régi szövetkezeti darabok ugyanolyan pasztel színekből épülnek föl, mint a turkevei hímzések. Valahol ez ragadt meg az emberek tudatába, és hogyha szívük mélyébe tekintenek, főleg az idősebb korosztály azt mondja, hogy azt tetszik neki az a kunhímzés. Nem kérem szépen. Az eredeti kunhímzés nagyon színes volt. Festőnövényeket használtak, és a festőnövényekből nagyon szép a sötét vöröstől a halvány rózsaszínig, a sötét barnától az egészen mohazöld és egészen világos zöld, világos barna árnyalatig festették a fonalakat. Ez a két, illetve három szín, ugye mondtam, a vörös és árnyalatai, a barna és árnyalatai, beleértve ugye a dióval lehet festeni, ugye mohazöld-szerűre a fonalakat, ezek az uralkodók. Indigóhoz is hozzájutottak, így némi kék is belekerül a kunhímzésbe, nagyon kevés sárga még ezen kívül, és én úgy gondolom, hogy mind a szép reneszánsz szerkezetet és motivumokat, tessék megnézni, hányféle van, azokat kell előhozni és megismertetni az emberekkel, azokat kell a kunhímzőknek hímezni, hogy visszatérjünk ahhoz a gyönyörű kincshez, amit az 1700-as évek asszonyai kidolgoztak. Színharmónia jellemzi, színritmus jellemzi ezeket a hímzéseket. Ami szomorú, csak párna végeken maradt fönt ez a hímzés. Minden bizonnyal olyan lakástextileket, amelyek abban az időben divatosak voltak, például lepedő szél, bizonyára azon is használták, alkalmazták. Bizonyára, ha volt asztalterítő asztaluk, asztalra is terítőt használhattak, rakhattak színes gyapjú hímzéssel. Ezzel szemben nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy viseleti darabokra került volna ez a hímzés. Ugyanis a Racka birkának a gyapja, bocsánat, szőre, még hogyha az alsó, a felszőr alatti puhább, pehelyhesebb szőr használták is hímzőfonalnak, az akkor is durva és szúr.
Na most, hogyha azzal hímeztek volna fehér vagy akármilyen, akár házi szőttes blúzokat, hát bizony megemlegette volna az a fiatal asszony, hogyha abba egy éjjel, éjszakán keresztül táncolni kellett volna. Nehéz lett volna. Na, hát mi másfajta fonalakat használunk, de őrült nagy probléma, hogy mire hímezzenek a hímzőink, milyen alapanyagot választunk, milyen hímző, gyapjú hímző fonalat, végül vitrínbe helyeztem általában azt, amit használnak, amivel a leginkább föl tudjuk idézni az eredetet. Annyit hadd mondjak még el. Körülbelül 10 mintatípus, 10-12 mintatípus volt a kunhímzésekben, a kunrózsa, a táncoló tulipán, vagy kazettás motivumokat a végén lehet látni, különösen a madarasi egykori asszonyok használtak, de karzagiak is, kazettás elrendezésű, szintén kunrózsára, gránátalmára, kicsi tulipánra épülő, tehát motivum elemekből építkező motivumokat és mintasorokat. De van egészen egyszerű és különlegesnek tekinthető darab is a kunhímzések között. Az utolsó kis tablón lehet látni, az eredeti kunhímzés csak egy kis darab, párnavég darabon maradt meg, de egyen én kezembe fogtam, megnéztem alaposan, festetlen fonal. A hímző a fekete rackagyapjút is, illetve az fehér, mondjuk így, hát mitől fehér a gyapjú, nem igazán fehér, ugye? Tehát gyapjú fehér szint alkalmazott azon a kis hímzés darabon, ami a fényképen látható, és nagyon nehezen, de végre sikerült azt a darabot is nagyon szépen földolgozni, egyelőre még díszpárnákat lehet ott látni, és ugyanez vonatkozik a többire is, mert először arra törekszünk a hímzőinkkel, hogy párnavég formáján, tehát mondjuk így, hogy díszpárna, mint ott a nagyterítő előtt látható, ugye, vagy rekonstruáljuk az egykori párna formát, tehát ezeket hímezik meg ugyanazokkal a színekkel, tehát a feldolgozásnak. Ez az első fokozata, majd pedig különböző formájú, méretű, funkciójú lakástextilekre kell átrakni a kunhímzést. És aztán hogyan lehet tovább, hogyan mehet tovább a feldolgozás? Hát ez majd a jövőznek a zenéje, még odáig nem jutott el a hímzőkörünk, reméljük kitaláljuk, de egy biztos, hogy csak olyan módon, olyan feldolgozásokat lehet készíteni, amelyek egyértelműen őrzik a régi kunhímző stílusnak lehetőleg minden jellegzetességét. Na most én ezt leírtam a könyvembe, ami ebben a második könyvben, amiben mind a színes képeket, mind azoknak a képeknek a teljes rajzát, mintarajzát közlöm, illetve a legjellemzőbb motivumokat, ott lehet látni például a paraván szélén, ugye a legjellemzőbb motivumkincse, a szegény motivumokat, hát az bizony nehezebben lehet érzékelni, és a motivum elemeket külön-külön mindent meg lehet találni, rá lehet hímezni egyetlen kicsi zsebkendőre, rá lehet hímezni a nagy mintákat hatalmas terítőkre. Reméljük, hogy minden középületünket, minden, mármint belül a belső berendezésében használni fogják a jövőben ezt a szép kunhímzést. Még annyit mondom, karcag, kunmadaras, dicsekedhet ezzel a stílussal, 3 nagyon gyenge egyforma darab maradt meg kisűszálláson, nem tudjuk bizonyítani, hogy kisűszálláson ténylegesen volt egy kunhímzés, és nem volt kunhegyesen, és nem volt turkevén. Úgy tűnik a levéltári anyag
segítségével se tudjuk bebizonyítani, hogy mások lett volna kuhímzés. Ugyanez volt a munkapunknál, úgyhogy verjük a mellünket, azért mi nagyon szép dolgokat amit az ősei összehoztak a múltban. Nos, úgy gondolom, hogy méltó arra ez a hímző stílus, hogy méghozzá a régi, és lehetőleg majd az új népi iparművészeti földolgozás, amely Karcagon, a Nagykunságban, országosan és határainkon túl, és méltóan képviselje városunkat, őseink kultúráját. Köszönöm szépen a figyelmet! Kunhímző csoportok, Ráczontói Pál Kunhímző csoport 2012-ben azért kezdte el a munkát, a hímzést, hogy azért kezdtünk el a kunhímzéssel foglalkozni, hogy a többi Kárpát-medencei népművészeti mintakincs ismertsége mellé fölemeljük a Nagykunság gyapjú hímzését, annak archaikus formáit és színeit. Tehát ez itt egyezik a Kovácsival a törekvéseivel is. 2017 óta kaptunk biztatást arra, hogy a régi eredeti múzeumi párna végeket dolgozzuk fel, és azután ehhez kaptunk segítséget dr. Kovács Ivanától. Ebben nagy segítség volt ez a két könyv, ami azóta már megjelent. És hát azért van itt az a virág kezemben, mert végül is nagyon szeretnénk neki, mi kunhímzők megköszönni ezen a területen végzett munkáját, kutatását, és hogy ez a kiállítás létrejöhet. Úgyhogy köszönjük szépen!